Hello, hello, ez itt újra The VR. Hello, sziasztok. Látjátok ezt itt? Látjátok? Világít a mikrofon. És még a színét is lehet váltani. Ez itt a Fifine mikrofon, amit a kedves Fine cég, így kell ejteni a nevüket amúgy, de én Fifine-nek fogom hívni őket. Ők küldtek nekem tesztelésre. Ez egy tech videó most, igen, amúgy ezt videóba kell majd feltöltenem. Az AliExpressről lehet rendelni. Amúgy, csak mondanám, valakit érdekel, beküldöm a linket. Figyeld. De hallod, milyen jó hangminősége a tesz? Most ne haragudj. Most adnak hangminőségét, halljátok. És szerintem nem rossz. És vágod, lehet XLR-rel is használni, meg... Szia, menin, szia, chat. Kösz szépen, Doni, tettesom. Lehet XLR-rel is használni, meg lehet USB-vel is használni. Viszont az USB mód az szükséges ahhoz, hogy XLR az nem ad neki elég áramot ahhoz, hogy világítson. Tehát, hogy ezt kihúzom, nem tudom kihúzni, akkor elmegy a fény. De arra nekem nincs is nagyon szükségem, ezt csak meg akartam mutatni, tud ilyet. És hogyha nincsen hangkártyád, akkor viszont, hogyha nem hangkártyával használod, akkor tudod használni csak simán a mikrofont kábellel. Bele tudod dugni a fülest is, hogy halljad magadat, tehát van egy hangkártya beleépítve a mikrofonba. Ami azért elég király szerintem. És a tetejébe kell beszélni, amúgy a mikrofonnak a tetejébe van a cucc, tehát ide kell beszélnem, nem pedig nem ide beszélek. Mennyibe kerül a mikrofon, chat? 22.000 forintba. Hát őszinte leszek, szerintem ennyi pénzért, most hogyha nektek az sokat számít, hogy világít, meg nem akartok venni egy izét, hogyha nem akartok venni hangkártyát, és vagy nincsen hangkártyátok, akkor megérheti 22-ért, de hogyha van hangkártyátok, akkor 22-ért inkább az AT20-osat javasolnám, amúgy. Megnézem a fülest is. Kipróbálom a fülest is, hogy vajon milyen lehet ez a füles, megmutatom. Mert ez, ami rajta van, ez nem az. Ez nem az. Ezt a fülest kaptam tőlük. Így néz ki. Hát ránézésre is látszik rajta, hogy nem a legjobb minőségű műanyagból van, és nem tartom túl közel az orromhoz, de érzem rajta a műanyag szagot. Igen, hát nem túl jó. Mosolyog, igen, és bele van írva, hogy L meg R, hogyha valaki nem tudná, melyik a bal meg a jobb keze, akkor, hát... hát, nem tudom, a másik egy kicsit komolyabb szerintem, de nem rossz. Itt kilóg egy kábel amúgy, nem tudom, hogy ez mit csinál. Hát nem, olyan, mintha nem ugyanúgy lenne rajta a fülemen. Na próbáljuk ki hangminőségét, ez biztos jobb lesz, várjátok. Aha, ez lesz az, várja. Opa! Nyom. Vaj, hallgatom. Ha nincsenek nyomok! Hát ennek olyan, mintha egy dobozba lennék. Egyáltalán nem megy rá rendesen a füledre sem. Ez, hogyha lanozunk és valaki elfelejt fejhallgatót hozni, akkor jó lesz. Mennyibe kerül ez? 15.000 forintba! Az még hagyján, hogy 15.000 forintba kerül. Hol van róla a mikrofon? A képen van mikrofon. Ezen meg nincs. Van rajta egy lyuk. Egy csatlakozó. Akkor lehet, hogy adtak hozzá, csak nem néztük meg jól a dobozát. Ingyen kaptam. Ez egy termékbemutató, srácok. Nézzük csak meg! Hát nézzük meg azt a doboz, srácok! Nézzük meg, mi van abban a dobozban! Látom, basszátok meg! Megvan! Megvan! Itt van! Menj már bele, basszátok meg! Na most benne van. Na én csak így be akarom állítani, hogy jó legyen, ott legyen. Tesztet akar a nép. Na itt van ez a kontroller cucc hozzá. Az ezzel tud állítani a mikrofont, meg mindent tudsz állítani vele. Bedugtam rendesen. Jó kis mikrofon, tök jó. Nem rossz. Nézd, milyen csendes az olasz család a szomszédasztalnál. Nézd, milyen csendes az olasz... Jaj. Nézd, milyen csendes az olasz család a szomszéd asztalnál. Jani! Wow, ez jó lesz, Jani. Nem is rossz! Ez nem is rossz! Haló! Nem is rossz! Egész jó, használható szerintem. Én azt mondom, hogy figyelj, 15-ért, hogy a mikrofonja tényleg nem rossz. Egy kezdő streamernek talán még ok is tett, de szerintem 15-ért talán kapsz egy jobb olyat, aminek a hangminősége jobb, de a mikrofonja szarabb. Szóval csébe ordibáláshoz jó. Amúgy ezen van ilyen 7.1 gomb, az mit csinál? Várjatok, lehet, hogy attól lesz jó a zene, nem? Jajzi, megtudtam, hogy hol laksz, nagyon nagy fanod vagyok minden. Nem tudom, mit csinálni, geci, de most ide feljöttek a lépcsőházba, és most dörömbölt a gyerek az ajtón, a kisgyerek. Ez hogy reagáljuk le, de most fullkomán... Takarodj a kurva anyád!
halálba, hogy tényleg megölnek! Így kell reagálni. Így kell reagálni, bazeg. Meg lett mutatva. Példa lett statuálva. Nem ment el, itt kopog. Aha. Egy járőrkocsit minimum. Itt zarándoskodik, az meg. Sziasztok, én Dávid vagyok, ez pedig ismét a megálló. A mai témánk a káromkodás lesz, lássunk neki. Megálló. Szia, hogy hívnak? Nagy Krisztiánnak hívnak. Krisztián, szia, szoktál káromkodni? Elég gyakran, sajnos, az utóbbi idővel. És mi a leggyakrabban használt káromkodásod? Bassza meg. Szoktatok-e káromkodni? Igen. Nem szoktam. Otthon az, hogy nem. Aha. A leggyakrabban használt kifejezés. Hát az a bizonyos B-vel kezdődő. Németül, angolul vagy magyarul? Németül. Hát mondjuk ott elég szűk a tárház. Talán a sájhoz, de az a legkommerszebb. És angolul? Wow. De azért megkérdezte, hogy németül is mondjon egyet. Nagyon-nagyon tudja. Szerintem profi németből amúgy, nem srácok? Várja, volt egy... Nem jut eszébe, hogy melyik a kedvence, onnan lehet tudni, hogy az a kedvence amúgy, srácok. Szerintem a motherfucker, de az is csak Samuel L. Jackson miatt. Mi a kedvenc káromkodásod? Kurva nényét. Melyik káromkodást szoktad a leggyakrabban használni? Bazd meg. Miért pont azt? Miért pont azt? Miért pont azt? Miért mondtam? Nem, hogy miért pont azt? Miért pont? Nem tudom. Amikor az embernek le kell engedni a gőzt, akkor kínjába csúnyákat mond. Semmi értelme nincs. Hát... És mi a leggyakrabban használt kifejezés? Hát, a bassza meg mondjuk. Te miért nem szoktál káromkodni? Mert nem szabad. Miért nem? Mert megvernek. A magyar nyelv egyébként a egyik legtökéletesebb a káromkodásban. Az real, az real. Amúgy. Így van, így van. A angol csak azt mondja meg az amerikai what the fuck. Semmi tud. Németül is kurvára tudok át. Azt szeretnénk hallani. A német ugye azt Scheiße. Mondja, hogy blöd, meg ézöl, meg ilyen hülyeségeket. De amikor azt mondja a kocsmába, hogy Arschgepliktet, Beutel Rate, Kado Deutsch Vielleicht. Aztán. És ez mit jelent magyarul? Segbebaszott, büdös, erszégyes patkány. Tehát a német is tud káromkodni, én is tudok német. Az kemény. Szoktál-e káromkodni? Ritkán. És mi a leggyakrabban használt kifejezésed? Mi a kedvenc káromkodásod? Általában mit szoktál? A franciát. Ennyi? Hú, bazzeg, ezután nem érdem, a Andrást állítják meg, mert ez azért egy elég magas labda volt, amit kihagyott az öreg. Franc, vigyel? És miért pont ezt? Ez jön számra. És milyen gyakran használod ezt a kifejezést? Nagyon ritkán, nem szoktam csúnyán beszélni. Hát vagy... én németekkel, meg angolokkal is társalgok, de most már ugye németek is inkább angolul káromkodnak. Ez mitől lehet? Germanisztikás voltam, tehát itt a lingvisztikai dolgot is tudom mondani, meg legkommerszebb anyag. Germanisztikás volt, és csak annyit tudod mondani, hogy Scheiße. Mi a f***? Hogy ők is elangolosodnak. Mondok káromkodás párokat, és azt kéne eldönteni, hogy melyik a sértőbb. Idióta, ostoba. Ez nem annyira. Ha idióta, ostoba, az az ő baja. De melyik a kettő közül a sértőbb? Az ostoba. Ostoba. Hát az ostoba az enyhébb, szerintem. Csöcs? Pöcs. Pöcs. Pöcs? Hát a pöcs. Szétbaszom a pofád. Hát ilyet nem szoktam. Kurva anyád. Ilyet nem szoktam. De melyik a sértőbb? Szétbaszom a pofád. Mm. Miért? Hogyha valakinek az anyját, az azért... Ha ezért az anyámot? Ekkor már így megkapja az ember a reakciót, és ezzel fel lehet baszni az embert, hogyha anyázol. Hát a másik sokkal sértőbb. Kurva anyád. Ez a legdurvább. Anyázni nem szabad. Miért nem? Hát nem mindenkinek pály az anyja, nem? Szoktál káromkodni? Szoktam. És mi a leggyakrabban használt kifejezése? A bazd meg. Miért mondta? A bazd meg! Mert az olyan, mint a fuck off. Fuck off. Igen, és te ilyen angol száz kultúrából szoktál táplálkozni? Igen. Szuper. Angol tanár vagyok. Angol tanár. XD. Azok ott az eszközei, a tanítás az amúgy a Monster és a, hát remélem, hogy Marlboro, vagy valami jobb cigaretta fajta. Hát nem tudom, lehet tényleg angol tanár lenne. És mi szokta kihozni ezt a fajta dühöt? A fekete mágusok. Erről mesélnél kicsit?
Hát már 10 éve támadnak engem a fekete mágiával. Kicsodák? A gonoszak. És ezt hogyan értesültél el? Micsoda? Hát úgy, hogy különböző ruhadarabokat, meg tárgyakat elhelyeztek a lépcsőházunkban, könyveket, meg ilyeneket. Nem lehet, hogy csak valaki elhagyta amúgy. Csak kérdezem. Furcsaságokat. Furcsaság. És hogyan védekezel ellenük? Most átrendezem őket, és kidobom őket. A szemeteket eltüntetem. És ez megoldást jelent a probléma? Megoldást jelent, meg egy piros karkötőt kell viselni, az véd a gonosz ellen. Hű, bazzik, szerintem ez nem csak azt a monster szokta fogyasztani amúgy. Lehet, hogy nem az a legnagyobb függősége. Olyan komoly, meg nem komoly egyszerre, ahogy beszél. Én nem tudom eldönteni amúgy. Lehet, hogy csak trollkodik. Miért trollkodna? Piros az nem a gonosz jele? Nem, amúgy a piros az a vérnek a jele. Szóval nem tudom, mert a másik, az a kopasz szemüveges faszi, az meg azt pofázta, ugye, beszélte, bocsánat, meg kell adni a tiszteletet ugye az öregebbeknek, meg akkor is, hogyha nincsen szürke állomány. A vér jele az az azaria, ugyebár a vér, meg az azaria, és piros, és az azaria pirossal volt kiírva, szóval véres. És nem tudom, hogy most akkor a piros karkötő ez mit jelent. Szokták áramkodni? Nem. Ritkán. És mi a leggyakrabban használt szavad? Hát, káromkodás? Igen, igen. Na, kurva anyád, de ez csak munkában, tudod, mikor. Tehát semmi komoly. Nem, így nem. Lehet, hogy autószerelő amúgy nem. Melyik a legdurvább káromkodás, amit el tudsz képzelni? Bazd meg a kurva anyádat. Van is egy kis játékom. Ez remélem kifütyültetitek a tévében. Cetli, a legnagyobb tévés. A káromkodás párokat fogok mondani, és el kellene döntened, hogy melyik a sértőbb. Jó. Idióta, ostoba. Idióta. Csöcs, pöcs. Pöcs. Szétbaszom a pofád, kurva anyád. Szétbaszom a pofád. Jó, akkor ezek szerint a kurva anyád annyira mégse. Káromkodásokról kéne beszélni. Bármikor. Szuper. Várj, beteszem, a fű nem bajok csak ezemben? Nem, nyugodtan. Akkor így szeretném, hogyha tévő van. Szia, hogy hívnak? Szia, doktor. Fű van a kezébe. Doktor, micsoda? Nem, nyugodtan. Akkor így szeretném, hogyha tévő van. Szia, hogy hívnak? Szia, doktor professzor Ulton Ferenc. Ferenc, szeretsz káromkodni? Hát én megmondom az igazságot, hogy Isten hívő vagyok, mert Isten van atyám. Hát a káromkodás az Isten elleni beszéd, én nem szeretek káromkodni. Szerintem tényleg doktor amúgy. Aztán. Akkor... A csúnya beszéd és a káromkodás között nagyon nagy határ dolgok vannak, mert van... Amúgy, ha pesti lennék, annyira csinálnék legalább hetente én is egy ilyen interjút így az utcán, ott a környéken, ahol vagyok, meg ilyenek, de... ez gatya. Nagyon-nagyon durva emberekkel lehet találkozni, ez hihetetlen. Hihetetlen! A csúnya beszéd és a káromkodás. A csúnya beszéd az még rosszabb, mint a káromkodás, mert a káromkodásban nem beszélünk csúnyán. Eredetileg a magyar nyelvtanban is a káromkodásról tanítanak már 8. ugye? A káromkodásról valójában. Basszus. Bazd meg. Kurva anyád. Bazd meg a kurva anyád. Attól függ, hogyha a rendőrséggel úgy beszélnek, vagy úgy beszél velem a rendőrség, akkor ha kell, akkor még a rendőrséggel is káromkodok, hogyha kell. Hát de nem azt mondta, hogy nem szokott, mert hogy az Isten... Mindegy. Inkább már nem kérdőjelezem meg senkinek a hitét, csak hagyom. Ezt, hogyha veled szemben káromkodnak. Hát velem szemben ne káromkodjanak, akire az van írva, hogy Isten egy zsidó csillag van rajta. Hoppá! Mert Isten hívővel ne káromkodjanak. Olyannak káromkodjanak, aki elárulta az Istent. Vagy olyannak káromkodjanak, aki megérdemli a káromkodást. Tehát neked a vallás az így a legfontosabb? Hát mindenféleképpen. Szerintem minden élőlény, nemhogy ember, meg az angyalok is élőlények, szerintem minden ember, vagy mind... Az angyalok élőlények? Hát az angyalok nem lehetnek élőlények, mert az élőlények azok köztünk élnek, az angyalok azok meg nem élnek. Vagy ha élnek az angyalok, akkor az egy másik dimenzió, azt nem hívhatjuk élőlénynek, akkor az már valami paranormális, természet feletti dolog. Deep filozófiai kérdésekben nem hiszem, hogy bele kéne mennünk amúgy. Minden élőlény szerintem a entitások? Hitét azt nem hagyja el, mert ha hit elhagyott lesz, akkor az meghal. Melyik szót szoktad a leggyakrabban használni? Hát valamelyik szülőt emlegetem akkor. A hétfőbűn például mindenféleképpen Isten káromlás és káromkodás is a hétfőbűn. Hát a paráznák hogy beszélnek, káromkodnak, így van. Például mint a kurvák, akár a kurvák. Most mondta egy csúnya szót, ez nem számít bele a... Hát figyelj, most akkor hogy mondjam neked? Ha neked ez csúnya szó volt, az, hogy kiejtem, az, hogy kurva, a kurvát hogy tudom másképpen mondani, mert... A... Az NPC-t nézzétek a háttérbe. Fél. Mindenféleképpen Isten káromlás és káromkodás.
Aha. Közelebb jött. Csatlakozik. What the dog doing? Huh? Huh? Bruh. 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 Nem is rossz. Bruh. Huh? Aha, itt megszólalt, actually megszólalt. Mi a különbség kurva és ribanc között? Hát nagyon sok. Nem. De. A ribanc, az ribanc. Mm-hmm. A ribanc az, az jelenti, hogy kurva. A ribanc. Hát akkor ugyanaz a kurva meg a ribanc. Ugyanaz, természetesen. Egy ribanc, az nem adja, oda senkinek magát, csak a férjének, de egy ribanc az oda adja mindenkinek pénzért, vagy megtetszik az ember, és több ember lefekszik, mert ribanc. Szeretnél egy számot kérni esetleg? Milyen jellegű számról beszélsz? A kedvenc számodat. Valami... 42. Tapstep. Az igen! Softos ridim. Kis szeletelős. Ez real shit volt, srácok. Ez kurva jó volt ez a videó. Nipsihans TV. Shoutout Cetli. Kedvenc csúnya szó. Nem vágom, tesóm. Ninja, tesó, ninja. Magyarul meg nincs, nem ismernek egy csúnya szót, sajnos. KURVA! Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád. A nételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.